akkor regisztráltam, amikor lehetett, akkor, és most kapom, és a Modernát fogom kapni. Szeretnék menni a gyerekeimhez, meg ők is jönnének külföldre majd haza. Gyerekek meg az unokák. Jó, most egy kicsit hátradőlünk. Lazán! A legelső oltást az február elején adtuk be, Pfizer oltással indultunk, de azóta már volt alkalmam a Sputnikot kivéve az összes védőoltással dolgozni. Oltási kampány kezdetén inkább nekünk kellett könyörögni a betegeknek, hogy fogadják el az oltást, és hogy ajánlott az oltás. Most éppen ellenkezőleg, gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy szétszednek minket a betegek. Rendelési idő nagy része azzal telik, hogy a betegek érdeklődésére próbálunk válaszolni, hogy körülbelül mikor kerülhetnek oltásra, és óriási, valóban mondhatom, óriási az igény a védőoltásra. Aki szeretne védőoltást fölvenni, kizárólag abban az esetben kaphatja meg, ha regisztrál. Tehát mindenki regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, és számíthat rá, hogy hamarosan beleszóltva, hiszen kormányzati ígéretek szerint egyre több vakcinát fogunk kapni. Ebben a praxisban már több mint 200 beteget oltottunk be, többnyire sajátkezűleg, illetve nagyon sok beteget oltópontra irányítva. Ennek a hétnek az aktualitása, újdonsága az, hogy az AstraZeneca vakcinájával tudjuk oltani immár a 60 fölötti korosztályt is, és ezen a héten ők vannak napirenden, illetve néhány modernás betegünk lesz a héten, őket az előző héten jegyeztük elő az oltásra. A következő időszakban várhatunk talán Sinopharm oltást is. Én általában azt szoktam mondani a betegeknek, hogy az oltások között válogatni nem érdemes, mert a rossz vakcina nincs hátránya, egyik vakcinának sincs a többihez képest. Mindegyik oltóanyagnak van valamiféle előnye, talán némi előnye a többihez képest, de a legjobb vakcina az, ami be van adva.